Évek óta megosztja a közvéleményt a kérdés, miszerint szinkronosan vagy felirattal jobb-e a mozi élmény. A felirat mellett kardoskodók szerint a nyelvtanulásban elengedhetetlen szerepe van az anyanyelven nézett filmeknek. A szinkron színészek ugyanakkor a magyar nyelvű szövegek értékeire hívják fel a figyelmet. Másfél héttel ezelőtt szinte az egész ország a horvátokért szorított a labdarúgó világbajnokság döntőjében, akik példát mutattak kitartásból és erőből. Nos, nem csak ezt lehetne a horvátoktól tanulni, hanem például azt is, hogy ők a televíziókban általában anyanyelvi filmeket adnak horvát felirattal. Hogy ezt mennyire lehetne átültetni Magyarországon, arról már Budai Tibort nyelvtanárt kérdezem. Jó napot kívánok! Szóval a szinkronos vagy feliratos egy nyelvtanár hogyan tudna állást foglalni ebben a kérdésben? Jó napot kívánok én is, és szerencsére itt a 21. században ez nem kell egy vagy-vagy kérdés, hogy legyen. Mind a kettőnek, a szinkronos filmnek és a feliratos filmnek is megvan a befogadó bázisa és az, akinek szól. Mindenképpen azért azt el kell mondanom, hogy nyelvtanulás szempontjából az eredeti nyelven hozzáférhető filmek nagyon-nagyon sokat segítenek. Elsősorban a szövegértési képességeket, a hallás utáni szövegértési képességeket fejlesztik, de természetesen a szókincsben is lehet előrelépni. És talán még a filmeknél sokkal jobbak a sorozatok. Az egyén erre gyakorlatilag rászokik, függővé válik szinte tőle. Ez nekünk nyelvtanároknak nagyon jó, hiszen egy adott témának a szókincsét nagyon jól el lehet sajátítani, és még pluszban, ugye mivel a sorozatban ugyanazok az emberek vannak, az ember megszokja a dialektust, és hozzászokik gyakorlatilag ezeknek az embereknek a kiejtéséhez, különböző népcsoportoknak a dialektusához. Úgyhogy mindenképpen javaslom. Nyáron ugye a diákok inkább feltöltődni szeretnének, mint sem tanulni, akkor ezek szerint, hogyha ilyen filmeket tekintenek meg, akkor valamivel előre tudnak lépni, hogyha majd szeptemberben visszaülnek ugye az iskolapadba. Emellett egyébként milyen jó kis praktikák vannak arra, hogyha valaki elsajátítana egy-egy nyelvet? Hát valóban kedvenc sorozatok nézése az azt hiszem egy nagyon jó felüdülés az év folyamán a stressz alól, és hát a praktikák saját tapasztalatból tudom mondani, hiszen én is használtam ezt az eszközt nyelvtanulásom során. A kedvenc sorozatokat meg lehet nézni esetleg magyarul-angol felirattal, vagy angolul-magyar felirattal, és aztán el lehet utána jutni odáig, hogy az ember angolul-angol felirattal nézi, és eljön az a pillanat, és amikor már a felirat idegesít, és ki tudja kapcsolni az angol feliratot, na akkor mondjuk azt, hogy megérkeztünk már a cél közelébe. Egyébként ez mennyiben fejleszti ezeket a képességeket? Tehát mennyit tud hozzárakni esetleg, aki például egy nyelvvizsga előtt áll, mennyit tud hozzárakni ahhoz, hogy ő egy kicsit jobban, erőteljesebben és magabiztosabban beszéljen esetleg egy vizsgán, vagy mondjuk az élő környezetben? Szerintem nagyon sokat, és amihez nagyon sokat hozzá tud rakni, hogyha egy olyan sorozatot választunk, ami a mai napokban játszódik, akkor azért a mai napok szófordulatait az ember meg tudja tanulni, el tudja lesni belőle, és azért szerintem minden nyelvvizsgáztató tanár örül annak, hogyha éppen egy teljesen up-to-date szófordulattal megörvendezteti a vizsgázó. Hogyha azt nézzük, hogy a nyári időszakban tényleg kevesen választják viszonylag azt, hogy leterhelik magukat, akkor mondjuk idegen nyelvű könyvek olvasása is esetleg mennyiben dobhat rajta? Ezzel óvatosan kell bánni, ugyanis ne felejtsük el, az teljesen idegen nyelven írt könyvek, azok anyanyelvűeknek szólnak. És egy kezdő nyelvtanulót azért az elbátortalaníthat, hogyha egy oldalon nagyon sok az ismeretlen szó. Talán két trükköt tudnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy lehet kapni tényleg olcsón minden könyvesboltban olyan úgynevezett graded readers-öket, amik egy megfelelő nyelvtanulóknak szólnak. A másik tipp, és talán ezzel be is fejezném, hogy nem kell megállni az ismeretlen szavaknál. Egy oldalon 5-6 ismeretlen szó, az még bőven-bőven belefér, nem akadályozza az élvezetet a könyvnek a megértését. Budai Tibornak nagyon szépen köszönöm, kedves nézőink, tehát én például azt javaslom, saját magam példájából okulva, hogy olvassunk és nézzünk idegen nyelvű filmeket, nagyon sok mindent össze lehet ott szedni.